Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, gyerekek, eljött a nagyon kínos pillanat, most már muszáj beszélni róla, mi a jó Isten történik a Warframe-mel a csatornámon, de azt hiszem, ezt már némileg kitárgyaltam előző videókban is, csak szeretném, hogyha látnátok, hogy mi folyik a nekroármi körül, és úgy általában a Warframe körül a csatornámon, hogy a 2021-es évre, és hogy mire lehet számítani ezzel kapcsolatban. Nos, Vágjunk is bele. Amint láttátok, névileg megcsapant a nem tartalom a csatornámon. Gondolom nem csodálkoztok, hiszen ti is mind, akik kicsit régebb óta kezdtétek a játékot, észrevettétek, hogy a játék nem éppen olyan irányba halad, amilyet mi öregebb játékosok szeretnénk, hogy a Warframe -e felvegyen. Ettől függetlenül, és ezt már sok-sok videóban kiemeltem, hogy annak, aki most kezdi a Warframe-et, úgy gondolom, hogy egy jó ezer órára egy igen jó szórakozást tud nyújtani. Attól függetlenül is, hogy a Warframe jelen pillanatban elért egy olyan stádiumot, ami azt kell mondjam, hogy sűrű. Tehát régen azért nem volt ennyi minden benne ebbe a játékba, de egyszerűségében lehet a nagyszerűségét és nehézségét, és ettől élveztük, és most most már annyi minden van ebbe a játékban, hogy amire az ember eljut odáig, hogy kipróbáljon mindent, minden bizonyal eltelik, vagy e ezer óra. Tehát mire eljutsz addig, hogy railjacket csinálj, mire eljutsz addig, hogy az új korpus railjacket is csinál, tehát ugye a Queen Pinek jönnek be, ugye a licseket is át fogják rakni railjackre, ahogy eredetileg tervezték volna, és úgy, tehát például ez, ez valószínűleg egy jó kis ilyen... Um, jobb szájízt ad, az egész leach uh, rendszer uh, lics rendszernek és talán látni lehet valami értelmét amiért a rare Jack-re lehet menni ettől függetlenül uh, nem hiszem, hogy különösebb változást érne el a játékban a lényeg, ami lényeg, hogy számomra a játék mostanra igen elvesztette a varázsát um, részben azért, mert nagyon sok időt töltöttem benne, ugyebár és nagyon sok mindent elértem uh, benne és a részben azért, mert nincs már kihívás a játékban, nincs meg az a kihívás, ami régen volt benne, és ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Ugye azért 7 év eléggé rányom az emberre, hogyha csak ugyanazzal foglalkozik, úgyhogy ezt úgy mondtam már előző videókban, és mondom most is, hogy, hogy valószínűleg Warframe nem nagyon lesz már a csatornán, Ugyanakkor szeretném ugye egy kicsit általánosabb témák felé eltolni a csatornámon. Tudom, most meg fogtok kiadni, és mínusz 10.000 feliratkozó, mert a Warsawért vagytok nálam. Um, hát ez van, ez van. Ja. <laughs> Mit kell mondjak? Ugyanakkor uh, mi lesz a Necro Army sorsa? A, a, jövőben, 2021-re, és a jövőben ki tudja, lehet, hogy egyszer visszatérek a warframe az, amikor már úgy érzem, hogy a játék hiányozni fog, vagy ha a netán bejön egy olyan tartalom, amitől azt érzem, hogy wow, na, igen, érdemes uh, visszajönni. A Helmit rendszer amúgy egy kicsit az felcsigázott, csigázott, uh, és ugye jöttek is a videók sűrűben azzal kapcsolatban, de hát, ja, az is, az is kimúlt, hogy őszinte legyek. Na, de a Necro Army sorsa. Lehet, hogy egy páran eddig vettétek, akik benn vagytok a klámba, de akik nem vagytok bent a klámba, és szeretnétek bekerülni, no pánik, nem szűnik meg a nekroármi úgy, van, nem szűnik meg a Discord nekroármi, nem szűnik meg a játék nekroármi, és ugyan komplet nem szűnik meg semmi, mivel hogy a napi kötelezettségekért uh, fel fogok járni uh, a játékra behívni az új tagokat és a többi, ahogy lesz időm. És részben amúgy az is igazság, hogy kevésebb időn van játszani, mint a régen, és egyrészt kevesebbet is szeretnék játszani, mint régen. Szóval, ami a nekroármit illeti, mindenki számára megnyitottuk a regisztrációt, tehát ha van egy haverod, aki a Nekroármi-ban van, ő is be tud a játékba, tehát nem muszáj most már csak minket, vezetőket bejelölni a játékba, vagy kitölteni a jelentkezési listát. Tekintve arra, hogy egy közösségi klán szeretnénk maradni, tekintve arra újra megnyitottuk mindenki számára a meghívást, és be lehet lépni a klánba. Na most ugye a trükkös pontja ennek az egésznek, hogy rajtatok fog állni, hogy mennyire marad életben, mint egy közösségi klán Magyarországon, és mennyire fogjuk tudni megőrizni azt az értékét, hogy ide jöjjenek az emberek, csatlakozzanak, erősödjenek meg, ismerjék meg a játékot, hiszen vannak nagyon jó játékosaink, akik segítenek másokat a Discord szerverünkön, folyamatosan látom a kommunikációt, ahogy segítetek egymást, tehát egy valami olyasmi alakult hét év alatt a, a nekroármiból, amit, amit tényleg el szerettem volna érni, hogy az emberek segítik egymást, felfejlődni, erősödni, uh, megismerni a játékot, és akkor utána az emberek tovább léphetnek, megalakíthatják a saját klánukat, miután meggazdagodtak, vagy maradhatnak itt, és segíthetnek a további közösségi tagoknak. És ez kurva jó dolog, ez volt a cél uh, már az elejétől fogva. Szóval, akkor. Uh, lehet nyugodtan csatlakozni, ha van egy haverod, akkor írjál rá, hogyha benne van a klánban, csatlakoz ő általa, meg tudnak hívni. Ügyelj arra, és ez fontos, ügyelj arra, hogy ne légy benne másik klánban, amikor ez megtörténik. Ugyanakkor a klán meghívó listánkon van, vagy 60 név, aki még mindig nem fogadta el a meghívót, szóval fogadjátok el a meghívót. Jelen pillanatban egy olyan 500-as lélekszámot számolunk um, a Warframe-ben. Voltak jobb idők is, voltak rosszabb idők is, de hát sajnos ahogy változik a Warframe, a játékosok annál inkább rádöbbennek, hogy um, magasabb szintű kihívás már nem feltétlenül van, van benne, viszont um, itt-ott, hébe-hóba egy-egy ember megtalálja a megfelelő kihívást ebben a játékban. Ami a többi játék illetve egy kicsit a Warframe-es is jelenti. Tehát a többi játékban tekintve azt, hogy nincs sok időm foglalkozni azzal, hogy egy klány ügyeit menedzseljen már, a többi játékban lévő nekroármit, gondolok itt most a Black Desert Online-ra, uh, sajnálatos módon vagy felfüggesztem, vagy jelentkezik közdetek, például egy olyan játékos, aki nagyon szívesen Uh, menedzselne egy klánt, illetve életben tartaná annak közösségét különböző közösségi programokkal. Na most um, ez igaz a Warframe-re is. Tehát, ha úgy érzed, hogy um, képes vagy vinni egy klánt, képes vagy élettartalban tartani egy klánt, illetve vezetni egy klánt, akkor nagyon szívesen leülök veled és beszélgetek arról, hogy mik lennének a jövő um, tervei, és természetesen egy bizonyos fokú um, admin jogot adni neked, például a Warframe clan fölött, vagy netán a Black Desert online clan fölött, teljesen mindegy, és megnézni, hogy ez hogyan működik, de ettől függetlenül nekem a fő célom az lenne, hogy mindenki működtesse, és mindenki megtegyen érte olyan lépéseket, amitől életben marad ez a klán, ehhez természetesen szükségeltetek néhány jogok, például ugye a Warframe belül, hogy el tudjatok indítani a fejlesztéseket, és a többi ez egy-két olyan jogot meg kell lépni, de ettől függetlenül én magam rendszeresen be fogok lépni a játékba azért, hogy körbenézek, hogy van-e valami olyasmi, ami megakadályozná a klánt a haladásban, és hogyha van, akkor azt kiavítani. Gyerekek, ez az, ami ami várható. Oké, okay? tehát nem fog elhalni a klán, nem fog elhalni a Discord ö, közösség, mert arra vigyázni fogunk, de én magam már kevesebbet fogok játszani warframe -e, vagy inkább egyáltalán nem, inkább letenném most egy jó időre, hogy kiéljen magamat ö, abból a és kiéljen magam. Tehát, hogy hiányozzon a játék. Na, ezt mondom, és nem tudom, mikor fog ez előfordulni, amikor például utára leraktam a Battlefield-et, azóta sem hiányzott, ennek már 7 éve. Szóval meglátjuk, valami nagyot kell alkotni a Warframe-nek ahhoz, hogy, hogy, hogy visszacsábuljak, valószínűleg. Itt-ott lehet, hogy ránézek dolgokra, de el fognak maradni már a build videók, elmaradnak a, a karakterbemutatók, fegyverbemutatók, és, és a csatornát talán egy más kis irányba szeretném vinni, de ettől függetlenül videó alatt, beszéd alatt Warframe anyag lehetséges, hogy lesz. Na, szóval, hogyha az kielégítiteket. Srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, és meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy alakul ez a dolog rendben. Ennyit tudok mondani nektek. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!